Sziasztok, itt Hessa, és elkövetkezett az az idő, amikor végre kikerül ez a hülye videó. Ne haragudjatok, hogy hülyének nevezem, de tényleg elég sokat macerálkodtam vele. 25. infémit elérni, abból is a 100. szintet, és utána még nekiállni ennek a szuper jó kérdéssorozatnak, mert tényleg rohadt jó kérdéseket kaptam, köszönöm nektek, gyerekek. És persze mindent meg szeretnék nektek válaszolni, és nem is tudom, mit mondjak. Ja igen, és ne haragudjatok, a betegségem miatt is kissé megcsúsztam. Igen, most beleestem ebbe az influenza izékébe, nem tudom mi ez most. Jól levert ez is. Minden esetre akár megcsúszva, akár nem, itt a videó. Remélem tetszeni fog nektek, és következzen az első kérdés. Szia, Izzi, azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudom leggyorsabban megölni a buldit. Albert 23. Na Albert, ez a legkirályabb dolog szerintem. Én imádok bulldozert ölni, már lényegében a kezdetek óta, sőt, már hobbiszerűen írtam a skulldozereket is, kiölje a fejetlen buldikat, az valahogy nem jön át. Ugyebár a bulldozer a mi kis kedvenc, általában zöld, néha fekete, olykor kifehéredett bulldozerünk, nem más, mint egy ugyebár ilyen robbanószer hatástalanító ruhában érkező ilyen lomha kis dög, nem is olyan kicsi, akinek egy teljes páncélzat borítja a testét. Az egyetlen pont, ahol igazán, de igazán átüthető a páncélja, ugyebár akinek nincsen tanatosza, mert az két lövésből kiszedi, akkor is a arcra céloz. A lényeg az, hogy az arcán van egy ilyen hely, ahol kilát. Egy nagy ilyen fekete ilyen pajszerűség, alatta meg pár üveg. Tehát azt hiszem kettő darab üveg van alatta. Lényeg az, hogy három réteget kell átlőnünk. Hogy ez hogy a legkönnyebb? Általában az én taktikám szerint fogok egy robbanó tölténnyel teli shotgunt, belelövök egyet az arcába. Ez általában lepatintja az első ilyen réteget, de olykor nem. Az nem probléma, hogyha robbantasz mellette bármivel, legyen az gránát, TNT, mit tudom én, felrobbantod a társadat, vagy bármi, RPG-vel mellé lősz, vagy bármi. A robbanás szelétől ő így megtántorodik, és a fejéhez kap. A lényeg az, hogy nem takarja el az arcát, viszont nem fog rád lőni. Egyáltalán. Én olyankor szoktam közel menni, bele az arcába mászom, és alulról kell meglőni ezt az üveget, ami ugye az arca előtt van. Miért az alját? Mert ott kicsit sebezhetőbb. Nem tudom miért, de hogyha én általában az arcát telibe lőm, valamivel több töltény kell bele. Ha viszont alatta valóla pont az üveg legalját kapom el, akkor pont úgy kapom telibe, hogy gyorsabban lepattannak ezek a cuccok. A lényegben, hogy bármely fegyverrel, egyetlen egy tárra, vagy annál kevesebbel ki lehet szedni így a buldit, hogyha pont az arcára célzol. Ha ezeket az üvegeket lepattintottad, akkor ugyebár ott van maga az ember, ott vannak a szemei, és oda kell kettő közé lőni. Ennyi. Szemek közé be kell lőni. Nagyon király, elég kis helyen kell ugyebár lőni. Kicsit nehezebb eltalálni, hogyha messzebb vagy, de ki is lehet pötyögtetni messziről. A lényeg az, hogyha le kell pattintani ezeket a védő rétegeket, szerencsétlen buldiról, és ennyi. Ugyanígy kell járni persze a zölddel, a feketével, a fehérrel, meg ugyebár a fejetlennel is így kéne, hogyha lenne feje, de sajnos nincs. De ő majd a Halloween-kor jön, úgyhogy róla most egyelőre ne essék szó. Szóval, ha véletlenül Deathwish-en is találkozol egy skulldozerrel, ne ijedj meg a submachine gun-tól, vagy mit tudom én, mi van már nála. Valaki terelje el a figyelmet, vagy bármi, vagy robbantsatok mellé, vagy éppen alá, vagy robbants az arcába egy ilyen HL lövedéket, és akkor könnyebben ki lehet szedni, mert pont le lesz dermedve. Tökéletes. Szia, Essa! Tudnál kicsit bővebben beszélni a Crime Festről? Na igen. És hogy mi is ez a Crime Fest? Nem más, mint egy évente megrendezésre kerül, ugyebár a PD szülinapján, hogy is mondjam csak, egy ilyen különleges indítatású dolog, aminek az a lényege, hogy különböző feladatokat kell nekünk megoldani, cserébe ajándékokat kapunk. A tavalyi Crime Festnél érkezett ajándékba, például a Cloaker,
akkor érkezett a Turet. Szóval egy rakás tök jó cucc. Igen, meg kaptunk karaktert, kaptunk ugye már a Green Casino-ról egy ilyen bejelentést, azt hiszem az akkor volt basszus. Várjatok, megnézem, mert ugye már én itt eléggé jártas vagyok már. Nem, az a Spring Bakery volt, nem? Ugyebár én ezekben benne vagyok, mert szoktam azért. Aha! Ez nem az. Nem. Nem. Nem zenélsz. Nem. Volt ugyebár a Hype Train, és a lényeg az, hogy a Crime Fest-ben különböző feladatokat kell megcsinálni. Ha jól emlékszem, abban a Crime Fest-ben csak annyi volt a feladatunk, ugye, hogy minél többen iratkozzunk föl a Steam-nek a PD2-es community-jából. Tök egyszerű feladat volt, meg tudtuk oldani, kaptunk egy rakás jó cuccot, blablabla, stb. Na, idén viszont kicsit érdekesebb a dolog, a trénet nem fogom megmutatni, mert nem csak vagy ez az overkillé, hanem ti magatok is meg tudjátok nézni az overkillnek az oldalán, illetve itt ezen az oldalon, az overkillsoftware.com/games/RoadToCrimeFesten. Itt van egy leírás, hogy mi ez pontosan. A lényeg az, hogy a mi kis főhőseink, tadám, jöttek egy titokzatos kincset megkeresni. És, hogy megtalálják, ők négy felé váltak. Négy különböző utat kellett bejárniuk. És minden egyes úton volt egy-egy feladat, amit nekik külön-külön meg kellett csinálni, hogy végül elérjenek ide az utolsó feladatig, ahol most tartunk jelenleg. És ebből sincsen vissza már túl sok, tehát na nézzük, milyen feladatok is voltak, és hogy mit kaptunk. Vir Alboni hír. Ez is egy jó pofa feladat volt, 1 millió ellenséget kellett. Viszkis üveggel. Furulja. Ne harj ide, én ezt most nem így fogom megmutatni, inkább emi így fönt. Szóval, furulja. Ez több mint valószínű, hogy valamiféle zenei extrát fog tartalmazni. Nagyon remélem, mert rohadt jó zenéi vannak a PD-nek. Igen, aztán ugyebár Troll Mask, legendássá vált szinte a PD1-hez a mémes maszkok, ugyebár Troll az egyik. Gondoljuk az lesz. Hát ez egy poén, ez a Choosely, ez valamilyen fegyver. Bullets for Everyone, lehet, hogy ez valamiféle különleges lőszer, lövedék, nem tudom. De a H.E.A.M.O.T most ingyenessé teszik, akkor kitérek a itemből, de komolyan. Mert azt viszont tényleg pénzért érdemes volt eladni. Sputnik. Fingom sincs. Nem tudom, mi akar ez lenni. Unbox Day. Nem tudom. Lehet, hogy megint lezuhan az Vladnak az idióta unoka testvére a csomagokkal. A fene tudja. Na, ez viszont rohadtul tetszett ez a feladat. Accomplished. A lényeg az, hogy meg kellett csinálni a Go Bank Haste pályát úgy, hogy K4-ekkel és AK-kal mentünk. Na igen, most pedig feladom a leckét. Aki egy kicsit jártasabb, ugye már a Volvi házatáján, az már talán ismeri ezt a számot, és ami itt van, 7355608. Aki még nem jött volna rá, ez nem más, mint a Counter-Strike állandó bombakódja. Igen, nem véletlenül, ugyanis a Go Bank pálya valójában onnan származik, a Cségóból, meg a Left 4 Dead-ből. Na mindegy, az nem is érdekes. A lényeg az, hogy ez kimondotta a cségós feladat. Fogalmunk sincs, hogy miért, de az, hogy M4-ekkel és AK-kal kellett rajta menni, az már poén, ugye? Azt hiszem rombolás a pálya neve. Na mindegy. A lényeg az, hogy Gang Wings, ez nem tudom, hogy micsoda, nagyon várom, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lehet. Úgyhogy ezt várjuk szeretettel. Azt mondja, Winter in Donetsk. Very cold. Take this. Ez poénnak venni, hogy tényleg kabátokról szólna. Most gondoljatok bele, föl lehetne öltöztetni karácsonyra őket. Na mindegy. Igen, ez még nincs meg. De előre szólok, amiket én itt mondok, ez csak lehetséges. Tehát nem tudni, hogy mi ez, én így képzelem el. Ez se rossz mondjuk, azt mondja Upgrading CrimeNet. Lehet, hogy egy kicsit új testet fog ölteni, nem tudom. Minden esetre klassz lesz. Igen, ez valami fegyver lesz, 400 drone per minut. Nem tudom, ez valami fegyver, mindegy, kapunk
ezt a shieldet fingom nincs, hogy micsoda. Akrénia Riót. Hát, hogyha shieldet kapunk magunk elé, az nagyon ciki lesz. Na mindegy. Igen, újabb meme, nem tudom, hogy mi lehet. Ezt se tudom. Bearded Wisdom, de csak három maszk van itt. Na, ezt viszont kíváncsi leszek. Ez elméletileg ilyen Oscar díszerűség a legjobbnak, de nem tudom, hogy ez most mi, ez egy világranglistát jelent, vagy toplistát, vagy micsodát. Esetleg, hogy a pályákat kicsinálta meg a legjobban, és a végén díjat oszt, vagy mi? Nem tudom, mi lehet ez, de kíváncsi leszek. Igen, akkor következő. Fogalmam sincs, mi ez. De egy aranyos kis csizma. Superstar. Hát lassan már azok vagyunk. Erről valahogy a Diamond nevű pálya jut eszembe. Nem tudom miért. Lehet, hogy arra a pályára készül majd valamilyen új ilyen challenge, vagy nem tudom. Ugyebár az ingyenes pályák, mint a Shadow Raid, a Meldám, ugyebár ugyanazon a pályán játszódnak. Lehet, hogy itt is valami hasonló lesz. De ugyebár egy pályából több hésztet megoldani, mégiscsak kifizetődőbb és olcsóbb nekik. Na. Igen, újabb meme. Ezt viszont nem tudom. Crynet Overlord. 24 órányi kalózkodás mindenkinek. Fingom nincs, mi lehet ez, de lehet, hogy ingyenes lesz 24 órán át a játék. Remélem nem úgy, hogy aktiválják azt örökké, mert eleve föl van higulva már a társaság sajnos. Elég kevés a jó játékos. Illetve akik jók, azok meg a szájukat gyártatják, és ez rontja el a játékot lassan. Úgyhogy már én is kikapcsolt volt, csettel játszom, és amint írnak valamit, le is lépek. Tehát általában ennek mindig veszekedés a vége. Mindegy, majd kiderül, mi ez. It's dangerous out there. Wear this. Most komolyan egy fánkot? Na mindegy. Defeat Captain Winters. Ez nem tudom, hogy miért ehhez a feladathoz társult, lehet, hogy valami jó fegyver a kapitány ellen, mondjuk már így is rájöttem, hogy kell kinyírni a kis mocskot. Hát ha kapunk egy ilyen maszkot, akkor nagyot fogok nézni, ugyanis ez senkinek nem áll jól. Következő. Ez nem tudom. One Bullet in 500 has to hit. Nem tudom. Remélem a dodge-unkon állítanak úgy, hogy kicsit erősebb legyen. Nem tudom. Na, erre viszont rohadtul kíváncsi leszek, ez egy alien tojás. Önvédelem, esküszöm, nem tudom. Mondjuk elég poén lenne, ha így lehetne így szummonolni magunknak ilyen különleges állatokat, basszus, de akkor már tényleg nagyon elmennénk a játék lényegét, úgyhogy kizár dolog. Na. Emlékszel Vladnak a háborús cuccaira? Hát igen, szép is lenne, hogy mutánst kapnánk. Társú Jackie Tap. Lehet, hogy ez egy ilyen szójáték Jackie-re. Na mindegy. Smile for the camera. Ez poén lenne, hogyha saját magunkat tudnánk látni. Mármint így kifényképezne minket a kamera, amikor orsanunk, vagy valami, nem tudom. Újabb meme, igen. Hát... nem tudom, ez valami újabb print. Fogalmam sincs, mik lehetnek ezek, de már izgalommal várom. Többiek is izgatottak, ahogy elnézem. Ugye itt vannak a feladatok, és végül itt az utolsó, amit még nem kaptunk meg. 5 millió kártyát kell forgatnunk. Ez tök egyszerű, szerintem holnapra meg is lesz. Mire kijön a videó, addig lesz szerintem simán. Itt vannak a részletek, meg stb. Én nem is nagyon olvasgattam el, majd lesz, ahogy lesz. A lényeg a lényegbe, hogy ez a Crimefest idén is szuper jó volt, illetve még tart, úgyhogy még nem írom le. Mármint amikor készül a videó, akkor még megy. A lényeg a lényegbe, hogy szuper jó, és remélhetőleg minél előbb megkapjuk ezeket az ajándékokat, mert sajnos párszor már át kellett élnünk azt az apróságot, hogy az Overkillnek kicsi a csapata, és a kicsi csapat sajnos nem dolgozik elég gyorsan, így volt olyan, hogy majdnem fél évet késett az egyik ajándék, amit egy ilyen Crimefest-szerűségen kiosztottak, de nem baj. Általában az ellenségek szoktak késni, és azt azért nem bánjuk. Na.
És ismét itt vagyok, ne haragudjatok, még nem zárom le ezt a kérdést, így most hirtelen gyorsan, mint ahogy azt hittétek. Igen, sajnos egy kicsit megcsúsztam a videóval, ezért a Crime Fest legvégét is sikerült meglátnom, úgymond. Ez nemrég történt, olyan 5 perce írták ki a Twitterre, hogy már megvan. Megkaptuk rá az ajándékot, gondoltam, ezt is megmutatom még hozzá, ha már itt vagyunk. Igen. Le az aljáig, igen, és elértük a célunkat. Egy szép tele aranyjal. Mi lehet a szépben? Nem tudom, hogy ez mi akar lenni, vagy hogy, vagy miként, de ezt is örömmel várjuk majd. Valószínűleg az, aminek látszik. Pénz, pénz is pénz. Esetleg a 2016-os nagy upgrade-hez érkezik majd valami extraság, mert ugyebár tudjuk, hogy akkor jön majd a híres, nevezetes Safe House upgrade, aminek az a lényege, hogy föl lehet cicumázni a mi kis helyünket, illetve lehet, hogy ez egy új hésztet jelent, lehet, hogy plusz pénzt kapunk ajándékba, nem tudni, hamarosan ez is kiderül. Na de, most már tényleg a következő kérdést. És akkor ismét egy névtelen. Szia Hessa, DLC nélkül mik a legjobb fegyverek? Na igen, erre már ki akartam térni előtte is, mert ugyebár nagyon sok embernek nincsen pénze ilyesmire. Így nézzük is meg. Viszont nem tudom, hogy most ide beleszámoljam-e a community itemeket, mert ugyebár ezek teljesen ingyenesek, amennyiben be vagy lépve a Steam csoportban. Persze ez konzolra nem tudom, hogy vonatkozik, ez szerintem nem, úgyhogy nem tudom. Mindenképpen, hogyha be vagy lépve a community-ba és beleszámolhatjuk a DLC nélküliekbe, akkor az AK-t, az arany AK-t ajánlom. Nagyon szép kis fegyver, elég jól lehet vele lőni, és erős, tehát csak jót lehet róla elmondani. Na nézzük, DLC nélkül, hát mivel nem nagyon használtam ezeket a fegyvereket, bevallom, én csak arra tudok ugyebár támaszkodni, hogy én annak idején mivel kezdtem. Tehát nekem az első és legfontosabb fegyverem ez a JP36-os volt. Hát nem tudom, mit lehetne róla elmondani, nagyon jól lehet vele menni, lehet darálni, lehet pötyögtetni vele, nagyon klassz, remek, nem veszem meg, remekül föl lehet tuningolni minden, nekem tetszett. Tehát ez nekem simán bejött ez a fegyver. AMR 16, igen, erre is rátértem, de nem tudom, valamivel jobban Rate of Fire, tehát így jobban lehet vele darálni, kicsit stabilabb is. Hát jobb a damage-e is. Hát így belegondolva, a Total Ammo az egyetlen, ami miatt nem ajánlom annyira, mert ugye csak plusz tára használható, és ezekhez a fegyverekhez még ugye bár ki kell pörgetni a tárat, meg ilyen hülyeségek, tehát ha kicsit belemélyedtek, jobban ezt az AMR-t ajánlom, vagy ezt a JP36-ot. Hogy a K4-et miért nem ajánlom? Nagyon jó fegyver abból a szemszögből, hogy szinte annyira le lehet könnyíteni, hogy súlya nincs. Tehát nem rossz, hogyha az ember másodlagos fegyvernek viszi hangtompítóval stealth pályára. Mert van beépített olyan cső, hogy hangtompító, és akkor az a iszonyat könnyű. Úgy oké, de dalálni nem viszem, mert rettenetesen szar a stabilitása. Jó, itt a képen még nem is annyira látszik, de az accuracy meg a... tehát nagyon ránt. Tehát ezzel csak így így semmiképpen nem lehet másképp lőni vele, nem tetszik, nem vagyok oda érte. Ez az UAR se rossz, ezt is kipróbáltam, de nem tudom, engem nem annyira győzött meg. Tehát egyértelműen inkább a JP36-ot ajánlom. Na, nagyon rég volt már, amikor nem volt DLC-m igazából, megnézem, hogy mik vannak még DLC nélkül. Ja igen, a shotgunokból is van. A Moszkóni shotgun-t én azt nagyon szerettem, könnyű fegyver. Jól lehet vele szaladgálni, viszont elsődleges. Ez valamivel probléma, mert akkor remek másodlagos fegyvert kell majd találni mellé. Ajánlom, nekem van kettő is, az egy... hozzá kell tenni, ez a Moszkóni csak úgy jó, hogyha leszeded róla a váltámaszt, és lefűrészeled a csövét. Tehát mindkét upgrade kell hozzá. Így ezt ajánlom, két löveti, tik-tik, és mindenki kihal a környéken, viszont időmire megtölti, úgyhogy Enforcernek ajánlom főleg. Nagyon jó.
Prima, szerintem szupi. Izma, nem szerettem használni, nem olyan effektív, mint szeretném, sajnos. Renfield, hát nem tudom, elég sok ilyen upgrade-et szereztem rá annak idején, de nem tudom, mégiscsak egy pumpáló shotgun, és nem annyira jön át. Jocelyn, hát igen, ő már community item, nekem ő nagyon bejött, tehát ez a kislány nagyon jó tud lőni. Simán ajánlom, még, hát nem akarok hülyeséget mondani, valamelyik karakterre jött be. Ja igen, a nagy darab csajjal, igen. Na, szóval karakter mellé kaptuk, nagyon király. Na, a westernes beütése van, és feeling ilyen nem rossz. Nem rossz. Nagyon király amúgy. Viszkis üveg mellé ajánlom. Csak poénból. Predator, hát engem ez nem győzött meg. Sima felhúzható shotgun, semmi extra. Elég kevés a magja meg minden. Na, tovább. Akimbo, szintén csak akkor ajánlom, hogyha ki van fejlesztve per, nem per kalappal, mert ugyebár a Hitmanhez is lehet kapni, mint hozzájáró fegyver, de én a Hitman perket nem használom egyáltalán, nem is éri meg. Mindenképpen, hogy is mondjam csak, tehát érdemesebb inkább skill tree-ből fejleszteni, ott is legalább egyesre legyen, nem kötelező kettesre. Ezek közül, hogy melyik a jó, hát én Bernettit használok, az a best. Mindenki mondja, de Deagle, de nem, mert túl kevés a lőszer. Nem. Ez a Shimano se rossz, de csak laser sight-tal ajánlom. Meg ugyebár tudni élek, hogy ez két darab Glock. Ez nem más, mint két darab Glock. Sajnos tegnap kipróbáltam, és nekem nem nagyon jött át. Túl kevés benne a lőszer, túl gyorsan darál. Na, tovább. Igen, sniper semmi. Light machine gunok semmi. Hát kb. Ennyi az elsődlegesről, akkor menjünk a másodlagosra. Azt mondja, hogy másodlagos fegyverben, ugyebár itt az a Chicago, ez nem más, mint Tommy Gun. Szintén ajánlom, nagyon jó, remekül lehet vele darálni. Az egyik kedvencem, de szintén community item, tehát aki konzolosan, valószínűleg nem nagyon hagyja meg a szívét. Na nézzük, mi van még itt. Mark 10, ez valójában Mac 10-es, nem annyira jött át, bár közelharcba darálni nem rossz. Compact 5-ös, nekem van egy ilyenem kimondottan stiltre, mert ugyebár amikor az ember elindul, akkor nagyon kevés fegyver van megnyílva, és nem tudom miért, ebből csináltam egy stilt fegyvert, nekem nagyon tetszett. De darálni is nagyon jó, tehát jó ideig ezt is használtam, lehet vele pötyögtetni, tehát szuper. CMP, hát igen, én ezzel mentem egy darabig, hogy is mondjam csak, tehát kimondottan könnyű leosztáshoz érdemes, ahol a dodge is fontos, tehát ezt ajánlom. Bár az a baj, kicsit gyenge a sebzése, de hát nem lehet vele mit csinálni, hiszen na mindegy, Mac 10-es, hogyha a sebzésre mentek. De nekem kimondottan tetszett ez a kis dög. De azért hozzá kell tenni, muszáj a plusz mag, mert hasonlítva össze a Mac 10-esre, azért kisebb magazin van benne, és az nem a legjobb. Viszont kicsit több az ammó, tehát többet töltesz, viszont több ammó van hozzá. Para Submachine Gun volt egy feladat, amihez kimondottan ez a Para Submachine Gun kellett, és upgrade-ek nélkül, minden nélkül. Én ott meg voltam vele elégedve, valószínűleg szuper jó lesz feltuningolva is, így még nem használtam sajnos. Hát, ezt esküszöm, még életemben nem használtam ezt a fegyvert. Az értékei nem rosszak, kicsit olyan, mint egy miniatűr AK. Főleg ezzel a csővéggel, úristen. Nem rossz, próbáljátok ki. Kobusz? Na igen, P90-es. Én közelharcban nagyon szerettem, sokáig használtam, de hát kinek milyen a stílusa, ha szerettek rárohanni az ellenségre, ez egy tökéletes választás, csak az a baj, hogy picit gyorsan kifogy az a párammó, ami benne van, egy tár, pillanatok alatt kifogy, és szinte csak töltésből látok, de mondjuk itt a Submachine Gunok között szinte mindegyikre ez igaz. Igen, ezek meg már innentől DLC-sek, akkor erről nem is kell többet. Pisztolyok, na igen. Hát én a pisztolyokkal nem nagyon állnék le, őszintén szólva.
mindegyiket kipróbáltam, de közelharcba a buta pakkomhoz, annak idején volt egy ilyen pakkom, még Kaldi nevezte el, nem véletlenül, Moszkóni shotgun, Bronco 44-essel. Ez egy rohadt jó fegyver, pontosan célzó, egyetősz, aki csében desert eagle-özött, annak ez a fegyver rohadtul be fog jönni. Tehát ez meg a Desi. Természetesen. Hát nem tudom, sose tudtam, hogy melyik a jobb. Én a desertet jobban szerettem, mert azért a concealmentje is viszonylag emberi, de meg a Rate of Fire is, tehát én szerettem az a dik-dik-dik-dik-dik, és mindenkit fejbe kapok ember lenni. Aki így lő, annak tökéletes a desert. Aki szeret azért pontos is lenni, és kicsi nehezebben megy a célzás, vagy valami, annak ajánlom inkább a Bronco-t, vagy valami. Bernetti pisztoly, egyértelműen a Bernetti tökéletes. Stealth-hez. Stealth-hez, pont. Gyerekek, ennyi. Ha csak nem vagytok full mastermindok, kimaxolt pisztollyal, akkor ne. Tehát ez csak Stealth-hez ajánlott. Jó hangtompítóval, nagyon jó lekönnyíthető, hármas concealment alá vihető. Nagyon jó concealment, detection wrist. Bocsi, mindig keverem. Na, és akkor erről kb. Ennyi. Ezeket a pisztolyokat nem is kell kitérni rá. Majd kipróbálgatjátok. Igen, ezek meg már... Na igen, Lokomotív Shotgun, én ezzel rohadt sokat mentem. Én bárkinek ajánlom, bár inkább Enforcernek, mert ugye bár ott van, hogy kimondott a skill a shotgunokra. Igen, ez egy pumpálós shotgun, viszont úgy lehet vele osztani meg darálni, mint az állat. Tehát egy lövésre, hogy kicsit betövörülnek, akár ötöt is ki lehet szedni. Nagyon jó. Judge, ezt jelenleg most használom. Ez nekem kimondottan, hogy is mondjam csak, tehát ilyen komolyabb ellenfelek ellen, bulldozer ellen, shield ellen, trezor ellen, na, trezi ellen, meg ilyenek, tehát kimondotta erre van. Az enyémben HE ammo van, ami tudom, DLC, tudom, nem kéne róla szólni, de ezt ajánlom sima backshottal is, ami elérhető kamionitosoknak, tehát nagyon jó. Nagyon jó kis fegyver, szeretem használni, láttátok már több videómban is. Úgyhogy ő lenne még választás. És mi lenne a perfekt leosztás szerintem? Hát mindenképpen a Lokomotív Shotgun, másodlagosnak, egy Enforcernek mindenképpen, tehát egy Enforcernek ez. Elsődleges fegyvernek, egy Enforcernek pedig, hát... Mindjárt nézünk egyet. Az a baj, hogy a legtöbb DLC is itt nekem. Hát egy AK talán. Igen. Egy AK, egy arany AK mellé. Vagy JP. Tehát ezzel a kettővel már nagyon jó el tud lenni az ember egy nehézebb pontban is. Gombócka 05 kérdezi... Gombócka. Na, szóval ő kérdezi, hogy hány órát kell játszani ahhoz, hogy elérd a 200. levelet. Nem tudom, hogy ezt most hogy kérdezi, hogy nullától számítva a... az első infémi 100-ig, vagy a kettő infémi 0-ig, mindegy. Ezt az intervallumot, vagy másikat, a lényeg az, hogy az első 200 szintet valamivel nehezebb, mert ugyebár ott nincsenek ott az infémi bónuszok, akkor ott nincsenek meg az alapvető fegyverek, amiket meg, már megvehettél, meg egyebek. Tehát, hogyha mondjuk azt kérdezné, hogy 23 infémiről 25-re meddig elérni, az pillanatok alatt megy egy harcezett emberkének, aki még sajnos az elején jár 0-tól 0-ig, az elég sok idő, tehát abban benne van egy olyan, hát nem tudom, hogyha baráti körre csinálja úgy, hogy a barátainak van hozzá tehetsége, meg mennek rásolni, tehát húzzák magukkal, kicsit kerriznek neki, akkor úgy olyan 15 óra, 10-15 óra. Ha egyedül csinálja, akkor szintén ennyit tudok mondani, mert senki soha ne gondolkozzon abban, hogy egy szál egyedül single-ben fog játszani ez a játékot. Azt már most törölje a fejéből, akkor meg se vegye a játékot. Ugyanis egyedül ebbe a játékba nem lehet fejlődni. Viszont, hogyha okosan csinálja az illető, úgy ahogy elmondtam, tehát legkönnyebb cucc, stb. Elmegy stiltelni, segítenek neki stiltelni idegenek, tehát így nagyon gyorsan lehet fejlődni. Nekem egy átlagos ilyen szintlépés, amikor ugye nem nagyon hírezteljük, de Zsotyinak elveszett a 100 szintje, és nekem kellett felkerízni, akkor is pillanatok alatt megvolt. Tehát, ha az ember tudja, hogy mit csinál, vagy megy és segítséget kér vadidegenektől, vagy ismerősöktől, akkor gyorsan megy. Tehát úgy 5 óra alatt is megvan a 200 szint. Nem viccelek. Tehát nagyon gyorsan megy. Amennyivel tényleg rohadt jó csapatot fog ki.
Ha nem jó, akkor 7, 10, 15 óra. Peti kérdezi, szia Izin, mit gondolsz az Mrs. Manneken maszkról? Tetszik neked, illetve használod is sűrűn? Nekem nagyon tetszik a Mrs. Manneken, nagyon-nagyon sokáig vadásztam rá, mert hát igen, az elején még ugye nehéz volt maszkot szerezni, meg nem is játszottam annyit, és mégis vágytam rá, és amikor nagy nehezen végre beszereztem, nem is tudtam, hogy hogy fessem ki, tehát én nekem nagyon nagy izgalom volt ez a maszk, nagyon szeretem, ugyebár van belőle férfi verzió is, a Mr. Manneken, nagyon szépek, nagyon egyszerűek, és nem tudom, nekem bejöttek. Tehát a Alesso Hayes-hez érkezett két maszk, ugye abban is van egy ilyen férfi-női verzió, szerintem azok kb. Egyenértékűek ezzel, nagyon tetszenek. De nem szoktam túl sűrű használni, mert ugye bár én megvettem ezt a Kompletely, azt nem így kell kiejteni, mindegy, ez egy overkill-es ilyen pak volt, amihez járt ugye négy alapmasznak a különleges hyper verziója, és én inkább azokat használom, meg ugyebár az Infamy maszkokat, abból is a legyeset. A Plouge maszk mindig is a kedvencem volt. Na, következő. Hali, olyan kérdésem lenne, hogy milyen pályákon lehet jól XP-t, valamint pénzt farmolni, valamint, hogy melyik pálya a kedvenced, és hogy a Shadow Raid tetvissel szoktam nyomni, és az ad kevés pénzt. Ez utóbbi nem tudom, hogy miért kérdés, de jó. Na, szóval gyorsan válaszoljuk meg. Akkor a következő a helyzet. Azt mondja, a kérdés egyik feje, melyik pályákon lehet jól XP-t, valamint pénzt farmolni. Na, most ez egy hihetetlen dolog, direkt utána néztem. Minden Deathwish-en néztem meg, tehát ezek az értékek Deathwish-en számolhatóak, de overkill-en se túlzottan kisebb, szóval. Legjobb XP farmolásra a Hotline Miami 2.511.600 XP-vel, és volt versenybe vele, ugye már a Hoxton Breakout, ami teljesen ingyenes community pálya, szintén 2.511.600 XP-vel. Ez a maximum Deathwish-en, ami elhozható maximum, tehát ennél kevesebb is összejöhet. Aztán, hogy melyiken lehet a legjobban pénzt farmolni, hát gondolom senkit nem lep meg, szerintem ez valami elírás lehet, bár a fene tudja. Hoxton Breakouton a legtöbb pénz, ami kihozható, 17.550.000. Lehet, hogy el vannak írva az értékek, mert ezt játékon belül néztem meg a Crynet-en, végigpötyögtem. Na mindegy. Amik szintén remekek XP szempontjából, azt mondja, hogy például a Firestarter Pro Job 1.600.000 fölött kapunk, hogyha maximum hozzuk ki. Redsen ugyebár 1.300.000, 1.300.000 szintén mi ez? Watch Dogson. Foresten 1.500.000 XP jöhet, Golden Green Casino-n 1.785.000, ez se semmi azért. Igen, és még van egy-két nagyon jó pálya, tehát érdemes nézni az XP-ket is, hogy mennyit adnak. Persze ezek az értékek mindent visen számolandók. Pénzből pedig, hát Alesso Hayes az például rohadt jó. Pénzre már az is 5.500.000 fölött. Aztán, hát igen, Watch Dogs se rossz az 1 milliójával, de... Igen, Firestarter 1.001.000. Go Bank, ezt érdemes lesz tiltani, 3.725.000-ot ad, amennyiben nem írtam el. Na, szóval mindenképpen érdemes akkor Deathwish-en nyomni a Hotline Miami-t, meg a Hoxton Breakout-ot. A Hoxton Breakout iszonyat sok pénzt is hoz. Na, mondjuk a Hotline Miami se semmi, de azért nesze neked. Plusz ugyebár benne van a pakliba ugye a pénznél, az is számol, hogy Hotline-nál, hogy lefűzitek a metamfetamint, mert ugye az első pályán azt is lehet, illetve hogy elhozzátok-e a szépből a pénzt, meg az asztalról az összes kokain, na meg hogy a bombás csávódnak a lábától el tudjátok-e hozni a pénzt. Ugye a Hoxton Breakouton mi számol, ugyanis ott alig viszünk valamit, ott egy darab rohadt szervergépet viszünk. Nem tudom, hogy mi lehet a loot. Bár, hogy gondolkozom, azon nincsen. Na mindegy. Szóval érdemes menni. Aztán valamint melyik pálya a kedvenced? Ez volt a kérdésnek a második fele. Nekem a Hoxton Breakout természetesen, az az egyik kedvencem. Azt bármikor, bárhol, az kis ujjamból jön.
Amit szintén szeretek, az a Firestarter, de csak a Pro-n. Nagyon tetszik az Alesso Haste, a zenék meg a kihívás miatt, meg a Golden Green Casino is, amit nagyon nem bántam meg, hogy megvettem. Imádom. Melyik jó még? Még ő is mindegyik jó maga nevében. Aztán ugye írt itt még a kedves kérdező a Shadow Raid pályáról. Hát a Shadow Raid nem rossz pálya, de semmiképp sem mondanám olyannak, hogy... Tehát ez inkább fun pálya. Tehát ha azt meg tudod csinálni, akkor egy pro stiltes ember vagy. Igen, ez így pont tökéletes luszpassz. Ugye, csak hogy ez a pálya sem XP-re nem jó sajnos, sem pedig hogy hívják rá. Sem pénzszerzésre. De jó kihívás, és nagyon jól rajta gyakorolni. Én is ezen tanultam meg a stiltelést, és azóta minden pályát le tudok stiltelni, akár random is, tök véletlenül, mert múltkor is sikeresen véletlenül stilteltem be a Firestarter Pro-nak a második napját, de hogy sikerült, még mindig nem tudom. Azt tudom, hogy mentem, amerre mutatta, azt mégsem futottam össze senkivel, na mindegy. Szóval, és akkor egy újabb kérdést, szintén névtelenül sajnos. Azt mondja, szia Hessa! Mit ajánlasz az első infémiseknek, build, fegyver, vagy nulláson hogyan kezdje el barát nélkül? Na igen, mindenképpen mielőtt az ember infémit lépne, érdemes megalapozni mindent, mert az infémit, amikor ugye meglépjük, akkor utána sok minden megmarad. Megmaradnak a maszkok, megmaradnak a megvásárolt fegyverek. Viszont ezek szinthez vannak kötve, tehát hogyha első infémi nullás vagy, akkor ugyebár nem ártana venni pár fegyvert előtte. Hogy melyikeket ajánlom? A primary fegyverek közül, ezt mindjárt megmutatom, ugyebár már esett rólam a szó, hol vagy. Itt van itt. Amkar Rifle. Őt azért ajánlom, hogy vegyétek meg még infémi lépés előtt, mert 43 000. Nem fog hanyatt esni tőle senki, még hogyha normálon viszi folyton a játékot, akkor se. Ez a fegyver nullás szinttől elérhető. Nullástól. Tehát mindenképpen érdemes ebbe befektetni. Ezt meg kell csinálni, mindjárt megveszem én is. Bármennyire utáljuk vásárolni, azért most már van mibe aprítanom. Hogyha tud, akkor még amikor elkezdi a játékot, és amint van egy kis fölösleges pénze, amit éppen nem kell elkölteni valamire, mindenképpen vegye meg ezt a fegyvert, és tuningolja föl. Miért mondom? Mert már most 29-es concealment van. És ez nem jó. Bár a fene tudja, mindjárt megnézem nektek. Itt a customnél soha semmit ne rakjatok rá. Ez csak annyi, hogy autofire legyen, vagy csak daráljon, vagy csak ilyen pötyögtetős legyen. Lehessen váltani. Amúgy is lehet mindig. Ezek se kellenek. Ugyebár itt van a stability, itt van concealment, erre kell figyelni. Ha ez magas, akkor észrevesznek, tehát növeli a detection risket. Ezért is keverem folyton, bocsi. A lényeg az, hogy ez mindig pluszba legyen, mindig zöldbe legyen, tehát csak olyat rakjunk rá. Mert ugye az elején mindenképpen ezt tiltelni kell, azt azért ne felejtsük el. Tehát érdemes rárakni ezt a cuccot, hogyha már megvan. Ha nincs meg, akkor nem kell. Ez nem sokat, ez egy concealment volt. Hogy egy detection risket vitt le. Viszont mivel nem ő lesz az elsődleges fegyverünk, ezért nem kötelező rá semmi ilyesmit venni. Én nem is veszek most rá. Ő legyen az első, őt meg kell venni. Meg ugye a secondary fegyverek között, itt pont van egy üres lotom, meg kell venni a Shimano 88 nevű fegyvert. Miért? Mert ingyenes, és mert nullás szinttől elérhető. Shimano 88. De erre viszont mindenképpen kell egy hangtompító. Hogy melyik? Általában mivel első infémiről beszélünk, tök nyolc, hogy melyiket rakjátok rá, csak hangtompító legyen. Silencer, mindenképpen. Silencer vagy suppressor, mert így jelöli. Viszont a legjobb ez a She's Doesn't Matter. Ebből nekem kettő van most jelenleg, nem áldozom be, bocsi. A lényeg az, hogy ez nem vesz le konszimetet és nem is ad hozzá. Viszont így már csak 20-as a konszimetünk, úgyhogy egy szuper jók vagyunk. Hogy ezeket rárakjuk-e semmiképpen, ezt nem kell, tehát ez a, ha célzót akartok, akkor ez a mikro. Tehát ez is community item, de nem ad hozzá. Látjátok, az összes többi hozzáad. Nem kell. Tehát csak ezt a She's Doesn't Matter, tehát hogyha ezt sikerül rávarázsolni, akkor megusszátok ugyebár egy vagy kettő, vagy
Igen, egy vagy kettő plusz concealment lesz. Lényeg az, hogy így is megúsztátok 25 alatt. Már mennyire nem ez a kard van nálatok, hanem valami egyszerű, mondjuk a fogkefe. Tudom, ez is community item. De lehet puszta kéz is. Így már 14. Látjátok, mindjárt kisebbek vagyunk. Tehát így már el lehet menni stiltelni. Igen. Ugyebár itt kérdezte a srác, hogy build fegyverek. Ugyebár én most megmutattam nektek a fegyvereket, ez most tök egyszerű, csimánul meg a másik, nagyon jó. Milyen buildet ajánlok? Hát igen, egyelőre osztok egy újat. Hogy milyen buildet ajánlok egy újonctak? Hát nem tudom, egy első infémében lépő embert még, hogy is mondjam, csak... bocsi, ezt is leveszem. Egyelőre erre rárakom, mert itt nekem ordítani fog mindig. Na, szóval, egy első infém is, akinek nincsen barátja. Forever alone, mondjuk így. Tehát egy forever alone emberke első infémin, nulláson nem tud más csinálni, ki van szolgáltatva mindenkinek. Az első szinteken mindenképpen el kell mennie stiltelni. Miért erőltetem annyira? Tudom, nem könnyű egy újoncnak, sőt, rohadtul nem könnyű egy újoncnak. Emlékszem még, amikor én próbálgattam, meg tanulgattam, nagyon nehéz volt. Viszont nem neked kell dolgozni. Tehát egy forever alone emberke soha ne gondolkodjon single-ben. Nem. Multira kell menni. Bármennyire is utálom a multit, meg hogy ott milyen emberekkel találkozhatok, mert bevallom nektek őszintén, nincs olyan nap, hogy ne legyen valaki, aki beszól. Jó, meg kell szokni, nincs ezzel gond. Főleg, hogyha pici az ember. Amikor én kicsi voltam, iszonyatosan beszólgattak, még akkor is, amikor lehoztam a köröket. Na mindegy. Szóval, el kell menni stiltelni. Lekönnyített cuccal nullás szinten vagyunk. Nem tudunk semmit csinálni, ugye? Nincs mit tenni, ez a cucca tökéletes, na mindegy. Amint megkapjuk az első stealth-ből járó cuccot, 33 pontunk lesz kb. Shots per kb. És abból el kell kezdeni felépíteni egy skill tree-t. Viszont el kell döntenetek, hogy amint eléritek a 60-as szintet, átléptek egy másikra. Én mindenképpen ajánlom, hogy utána meg rásolni menjetek, úgyhogy nézzétek meg a pénzeteket, hogy mennyi van az offshore-on, meg a sima számlátokon, és az szerint menjetek, úgy csináljátok. Na, viszont még, hogyha később rásolni akartok, akkor is egy-két dolgot azért érdemes lenne. Ugyebár mindenképpen állokoljátok ezt, mert hogyha nincs nálatok ACM jammer, akkor már farokba rúgnak titeket, és akkor én még szépen fogalmaztam. Mert hogyha nincs nálad, akkor azt hiszik, hogy béna vagy. Jó, egyes infémén mindenki gondolkozni szokott, hogy úristen, ez hogy jutott te idáig. Legyetek magabiztosak, nálatok már van ACM, már értitek, mit csináltok. Tökéletes. Ne legyen rajtatok kevlár, legyen a legkönnyebb cucc, amiket most megcsináltunk, az a két fegyver tökéletes tiltre. Oké. Aztán, ugyebár ez még nem elég nekünk. Érdemes előbb, ugye ez egy legyen nálad. Mindenképpen. Tehát így már tudjátok, hogy mit kell csinálni. Aztán átmentek ide a Mastermindba, erre ráosztatok még kettőt. Tökéletes. Esetleg erre is lehet, de én ezt nem ajánlom már, mert egyre drágább és drágább lesz, és egy egyes infémnek még sakkozni kell a pénzzel, és az nem jó. Aztán ugye bár, mivel 30 szintet így fogunk tölteni, gyerekek, vagy 50 szintet, azért nem árt, meg ugye bár nagyon sok a hülye, el kell kezdeni ilyeneket csinálni. Ennyi. Több nem kell. Ha ezek megvannak, akkor ezt a 60 szintet röhögve ki fogjátok bírni. Észre fogjátok majd venni, hogy amikor mentek a pályára és a fúrókat nézitek, akkor kék karika lesz köröttük. Ilyen körvonala lesz az egésznek. Akkor tudjátok, hogy oda mentek, upgrade-elitek, gyorsabban kész a fúró. Ettől már megbecsült tagja vagytok a csapatnak. Ennyi. Ott maradhatok. Szevasz. Tökéletes. Ennyi. Viszont, miután ugye eléritek azt a szintet és rásolni szeretnétek, ezt az egészet akkor felejtsétek el. Azért az összvisz lépésnek, jó, hogy mondjuk ezt meg fogom tartani, meg ezt is. Csak annyi, hogy erre a sprintre rányomok. Tehát, mindenképpen, ha rásolni szeretnétek, akkor válasszátok ki, hogy merre akartok menni. Tehát egyértelmű, hogy a legegyszerűbb egy újoncnak az Enforcer. Miért? Mert megtanul vele lőni.
ha úgy választatok, hogy nincsen DLC, stb. Shotgunnal akartok menni, ott a lokomotívon mutattam, az Enforcer tökéletes választás, gyorsan fel is építek nektek egy buildet. Transporter, mert gyorsabban tudjátok, ugye, illetve hát messzebbre dobjátok, azt hiszem az az. Igen, kell ez a Die Hard, hogy amikor leterültök a földre, akkor tudjatok fegyvert váltani, mindkettővel tudjatok lőni, mert nagyon szar, amikor csak egy van. Én már csak tudom. Ez, hogy benevakuljatok. Aztán shotgun, hogyha tényleg shotgunnal mentek, ha nem shotgunoztok, ezt akkor felejtsétek el. Ezt érdemes lerakni, ez egy kis aduász, hogyha lerakjátok az ammo bag-et, akkor 5 másodpercen keresztül lőhettek, mert nem fog fogyni az ammo. Ez egy moszkónisnak például rohadt jól jön. Lerakja, azt megy, az darál. Ennyi. 10 szekundum, hogyha ugye 2. Gránátvetőre nem élvényes. Hát szerintem ez egyértelmű. Aztán ugye ez is kell. Kell a dupla zsák. És kell ez itt fönt. Na, ezzel már tök jó elvagytok. Innentől jönnek az extrák. Ugyebár még van 56 darab pontunk. Eldönthetitek, hogy mellé szakosodtok. Ez azt jelenti, hogy raktok hozzá Mastermindot, Technikánt, Fujit évet. Bár mondjuk a Fujit már most nem ajánlom. Tehát azt már most felejtsétek el, hogyha kifejlesztettétek az Ironman-t, mert Kevlarban nem fogtok rohangálni. Ezerszer látok olyat, hogy ott van a szerencsétlen gyereknél az a mini ammó, ami itt van fönn, de akkor minek erre fejleszt, hogyha Enforcer lesz és nagy kevlárt húz. Tehát ez már most hülyeség, azt felejtsétek el. Olyan nincs. Tehát a kettőt, ezt nem szabad összefejleszteni. Tilos. Sőt, még az első kettőt is hagyjátok békén a picskuba. Nem kell. Ez a Tixkin is, ugyebár a ballasztik, az armor többet véd. De csak a legkisebb armorra vonatkozik. Nem a nagyra, tehát ezt már felejtsétek el, ez nem nektek való. Ghost, hát ezt nem tudom, szerintem ne, mert nincs értelme, mert hogyha nagy kevlár voltok, akkor ghostozni már nem tudtok. Aztán ott van a technikán, na ezt mondjuk egy nagyon járható útnak tartom, mert nézzétek csak. Ez most csak egy próba. Ugyebár innentől kezdve a fúrót rohadt jól kezelitek, ennyi. Ezt nem tudom, hogy ki kéne fejleszteni, de mindjárt meglátom. Igen, ez is megvan. Legyen szemtrigánunk. Maxos fúró, tehát ez már rohadt jó, és hogyha ez ki van fejlesztve ászra, akkor már le tudjátok rakni a C4-eket és az ajtókra, meg ilyenekre. Nagyon király. És akkor itt dönthetitek el, hogy raktok-e még a szemtrigánra. Mert ugye a szemtrigán az az, amit leraktok, és lövi az ellenfelet. Nagyon király, csak tölteni kell, és nemrégiben nerfelték le, úgyhogy a szentit azt én már elfelejthetem. Meg ugyebár várjál... Á, ez hülyeség, ezt nem szoktam kiválasztani, a lényeg az, hogy mindig, amikor bementek egy pályára, döntsétek el, hogy melyiket akarjátok, erőbb, hogyha technikát hoztok. Vagy szentri is van, meg C4 is, mindegy. Ezeket is ki lehet fejleszteni, de minek? A kevlár megvéd titeket. Ez csak akkor kell, hogyha nincs rajtatok. Illetve van ugyebár az Enforcernél ez a kis portable show, ez a fűrészünk. Ez jó a GoBankre, ez jó a, mit tudom én, mondjuk a sima bankhészre. Tehát sok helyen lehet hasznosítani, viszont elsődleges fegyver. Igen. Viszont várjatok. Nincs shotgun használni. Hát jó. Igen, van itt valahol még egy, azt hiszem, hogy ez az. Shotgun Portable Show 75, igen, damage bónusz, bónusz, weapon, igen. Na mindegy, van. Oh, itt van, secondary. Tehát, hogy ezt kifejlesztetik, kifejlesztitek. És ez is még megy ászra, akkor meg tudjátok választani, hogy első vagy másodlagos fegyvert akartok ebből. Mert eredetileg a fűrész elsődleges fegyver lesz. Elsődleges, tehát a nagy fegyótokat váltja le. Én ezt nem tartom rossznak, mert fűrész mellé egy lokomotív shotgun is lényegében kiszedhetetlenek vagytok, kivéve persze a cloaker. Mindegy, ezt ti eldöntitek, hogy mit szeretnétek pluszba, tehát lehet ezt. Ezt, ha már egyesre kifejlesztitek, az már tökéletes. Kettesre csak annyi, hogy plusz egy ilyen pengét kaptok. De hogyha visztek magatokkal dupla ammót, akkor már az is tökéletes, mert akkor ki tudjátok. Illetve lehet még fejleszteni a shotgunt is maxosra. Ezt is szintén eldöntitek, hogy mit szeretnétek. Igen, mindenképpen kell a sprinter, hogyha nehéz cuccba öltöztök, mert gyorsabban mozogtok vele. Tényleg megéri, mert lomhák vagytok amúgy.
így meg azért van egy kis sebességetek végre. Igen, kb. Ennyi. Igen, ez nem kell, nem kell, nem kell. Hogy ezt miért hagytam itt? Mert nagyon gyakran kell úgy bemenni, hogy meg kell kötözni az ellenfeleket. Ez is rohadt jó. Nem kötelező kifejleszteni. Nem kötelező, de azért... Azért lehet. Tehát, ahogy gondoljátok. Hogy ezt itt fölötte, ezt mondtam, hogy lehet. Ez annyi, hogyha ráüvöltesz egy civilra, akkor nem hívja a rendőrséget 50%-a tovább. Tovább marad a földön, kusba van, el van. GoBanknél érdemes kifejleszteni, de amúgy meg. Végül is nem. ACM-et visztek magatokkal, ha azt tilteltek. Ennyi. Meg Endurance is érdemes. Az elsőre kifejlesztetek, akkor már jó. Na, kb. Ennyi. A maradék pontokkal pedig azt csináltok, amit akartok. Lehet rárakni a Sentry-re, mert ugyebár, hogyha Sentry-re rakjátok, akkor így kifejleszthető még ez is. Ami az akkor egy 100%, tehát viszonylag jobban lő. Ennyi. Igen, speed, hogy gyorsabban forogjon. Ezek már hülyeségek, de hogyha nem akarjátok mi ez? C4-et, akkor ki lehet erre is fejleszteni. Majd itt balanszoltok. A lényeg az, hogy Enforcer technikán egy tökéletes verzió egy kezdőnek. Igen, a kérdés tartalmaz-e még valamit? Build, fegyver... Hát hogyan kezdjétek el? Ezt már elkezdtem párszor. Stiltelni, utána pedig öltözzetek be minél nagyobba. Száz a szintre már nagyon-nagyon edzettek lesztek meg jók. Úgyhogy... Szopi! Következő kérdés, azt szeretném kérdezni, hogy pontosan mi az a Dodge Build. Sok helyen hallottam már, és csak nemrég óta játszom a játékkal. Na igen, ez egy gyönyörű kis történet. A lényeg az, hogy a Fugitive-vel jöttek be az első ilyen Dodge Buildingek. Building? Épület hülye. Na mindegy. A lényegben, hogy a Dodge-nak az a lényege, hogy amikor rád lőnek, akkor nagyobb eséllyel lőnek mellé. Tehát el tudod kerülni a golyót. Mondjuk azzal, hogy legugolsz, vagy hogy futsz. Ez a kettőt például tökéletes. Jelenleg három ilyen Dutch Building létezik, a tökéletesek. Ezek a perkekkel tudod rendesen ugye szinkronba hozni a skill tree-det. Mindenképpen érdemes Fugitive-hoz, mert ugyebár a Fugitive az eleve könnyű ruházatot igényel, mivel futni kell, mivel... Hát azért hívják szökevénynek, azért Fugitive. Mert szökevény vagy. El tudsz menekülni mindenfelől, tehát az első a roach. Az sajnos, hát nagyon-nagyon sajnálom, de nemrégiben teljesen lenőfölték sajnos, és az a lényeg, hogy jobban eltalálnak most már. Tehát nagyon OP volt, lent összedtek belőle. Nem nagyon örültem neki, de hát ez van. Ennek a lényege az, hogy minél gyorsabban futsz, annál biztos, hogy nem találnak el. Tehát futás közben nem találnak el. Nagy vagy nem akkora sűrűsége. Ez szerintem rohadt jó. Ugyebár van a Fugitive-nak a triében egy olyan, hogy ha googolsz, akkor melléd lőnek. Na most azzal ötvözve szerintem rohadt jó, alig fognak eltalálni, fel tudod szedni, teljes tűzharc kellős közepén le tudsz googolni, és fel tudsz szedni bárkit. Tehát ez szerintem szuper. Nem kell hozzá semmi, tehát semmilyen kevlár nem kell magadra venni. Ez nagyon fontos, ez az egyik legjobb. Illetve ugyebár van még kettő, az egyik a Krug, benne az is a jó, ugye, hogy ehhez már kell a legkisebb kevlár. Tehát ha rád lőnek a csipák, akkor már biztosan nem ölnek meg egy lövésre. Tehát ez már egy előny. Ugyanaz a lényege, googolsz, melléd lőnek. Szuper jó. Aztán ugyebár a legújabb, a Grinder, én már ezt használom, ugyebár már körülbelül 2 napja, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Na most ebben van egy kis csavar is, tehát ugyanúgy kell hordani a kevlárt, a legkisebbet. A kis vállatnak is nagyon picikét, ugyanúgy kell hordani. Ugyanúgy nem lőnek ki egy lövésre a csipák, nagyon király, stb. Viszont, hogyha megsebzel bárkit, akkor neked visszatöltődik az életed. Na, ezért tartom ezt az egyik legjobbnak. Remélem nem fogják ezt is lenörfölni, mert tényleg ki fogok akadni most már. Nagyon jó, mert vissza tudod tölteni az életed. Viszont ugye bár ennek van egy kis hátránya, hogy ugyebár nem futsz olyan gyorsan a kevlár miatt, még hogyha kimaxolod a sprintert, akkor is lassabb vagy valamivel. És ugye,
Hát, hogy is mondjam csak. Tehát a Kevlar lassít. A lényeg az, hogy nem tökéletes, mert ugye az Akimbo az viszont nem túl erős ehhez a buildhez. Tehát Akimbo pisztolya nem érdemes használni. Ezt sok helyen hallottam, szerintem overkill-en tökéletes, Death Wish-en viszont tényleg nem jó. Próbáltam, még hogyha mindenkit fejbe lősz, telibe lövöd az agyát, még, és két lövésre megölöd, mert ugye az Akimbo kettőt lő, hogyha egyszer meghúzod a ravaszt, kettőt lő, meg két fegyvered van, még akkor is nagyon pocsékoló. Tehát oda valami ilyen, nem tudom, mondjuk Raven Shotgun, vagy valami hasonló kell. Én egyelőre overkill-en csak az Akimbo-kkal megyek, mert megszoktam, meg pisztolyra van fejlesztve az egész skill tree, majd lehet, hogy később át lesz alakítva, de egyelőre jó így. Szóval ez a három van, a Rogue, a Crook, meg a Grinder, ez a három szerint szuper jó, tökéletes. Illetve nem tudom pontosan, lehet van még egy, de én azt nem használtam soha. Elméletek azt is karakterhez kaptuk, na mindegy, ezt most, hogyha nem baj, akkor nem mondom el. Tehát az a lényeg, ennél a háromnál a legfontosabb, ugye mivel a legtöbb arra épül, hogy sebesség, gyorsaság, hogy dodge-olj, tehát kikerüld a golyókat, vagy elszaladj a golyók elől, vagy valami hasonló. Ezért mindenképpen kell a sprinter ezekhez, ami a Ghost legalján található, könnyen, egyszerűen 5 pontból kifejleszthető, nagyon király. Úgyhogy azt kell hozzájuk, és akkor a lényegben, hogy legkisebb kevlárval, illetve kevlár nélkül futsz, és elkerüled a golyókat. Ez dinamikus gyors játékosoknak, akik közelharcra vannak, ugyebár kifejlesztve, nekik ez tökéletes. Következő kérdés sajnos megint névtelenül. Ha elérem a 25. infémi százat, akkor már ki is vittem a játékot? Tehát megvannak a legjobb fegyverek, safe house-ba pénz, majdnem fullon van, és még mi más lehet csinálni. Szerintem ez a PD2 azért is különleges játék, mert sose viszed ki. Tehát végigviheted a történet szálának első hésztjétől az utolsóig, de úgyis többet kívánsz. Tehát ez egy olyan játék, hogy minél többet és többet akarsz játszani. Igen, lehet, hogy a 25. infémi százzal megszűnik a fejlődésed. De a pénzt attól még tudod gyűjteni, attól még esnek olyan maszkok, amik eddig nem voltak, vagy pedig még egy kéne, vagy még egy, ugyebár, mert másképp is ki akarod festeni. Nekem most tegnap jött egy olyan színösszállítás, fekete és fehér infémi pattern, amit még életemben nem láttam, senkinél soha nem láttam. És most esett, és nekem is még vannak olyan maszkok, amik még nem lettek, ugyebár még nem kaptam meg őket. Vagy ugyebár ott vannak a beginners maszkok, amikor ugyebár az alapkarakterek különböző szín nélküli verziói, meg ilyenek, tehát a színes, meg a szín nélküli verziók, tehát nekem ezek még hiányoznak. Lehet, hogy a Safe House tele van pénze, de az csak annyi, hogy ne kelljen azon gondolkoznom, hogy úristen, most mit csináljak, honnan szerezzek gyorsan pénzt, hogy ezt a fegyvert, vagy azt a fegyvert megvegyem, ez csak ennyi. Szerintem ez a játék elég interaktív ahhoz, hogy az ember soha ne vigye ki. Igen, a fejlődés megállt most egy darabig, amíg nem jön a következő infémi update, de akkor is. Szerintem nincs vége. Névtelenül érkezett ez a kérdés. Szia, a PD2-ben hogyan lehet a cloakert, nem tudom, hogy írják, jól írtad, felismerni, hogy mikor jön. Ezt mindjárt videóval is demonstrálni fogom, nagyon klassz szerintem. A lényeg az, hogy a Cloaker nem más, mint egy különleges ellenfél, körülbelül olyan, mint a Trezi vagy a Shieldes, tehát ilyen kicsit nehezebb elintézni, és sunyi, tehát sprinter-szelesnek hívtuk az elején, teljes fekete, ilyen testhez álló ruházatban van, és éjjellátó szemüveg van rajta, fényes nappal. Fingunk nincs miért, lehet, hogy lát valamit, lehet, hogy nem, lehet, hogy vakon jön, a fene tudja. Úgy lehet felismerni őt, hogy nagyon picit zizeg. Ilyen furcsa magas frekvenciája, ilyen sípolás, zizegés előzi meg őt mindig. Amikor a közeledben van, már lehet hallani. Amikor meg már sikít, akkor már cseszeted.
és ennyi lett volna a videóm. Remélem tetszett, hogyha továbbra is lenne ilyen, vagy ehhez hasonló videókra igény, akkor nyugodtan írjatok nekem, illetve az Ask FM-em egyelőre még mindig nem működik, majd Facebookon kiírom, hogy mi lesz, hogy lesz, illetve nyomjatok egy lájkot, ha tetszett. Ha sok lesz a lájk, akkor lehet, hogy csinálok még egy pár ilyen akciót, esetleg nem csak ebből a játékból. Na, köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!